Karcagi Nagy Zoltán életműdíjas nótaénekes Jász-Nagykun-Szolnok megyei közművelődési díjban részesült. Köszöntöm itt a stúdióban. Kezdőcsókolom, én is köszöntöm. Köszönöm szépen a meghívást. Hegedűjén a magyarnak, úgy zokog a magyar nóta, minthogyha egy egész nemzet eltemetett álma volna. Akárcsak a magyar rónák szívdobbanása lenne, olyan mindegy, hogy az öröm vagy a bánat sír föl benne. Vas Albertől olvastam föl egy részletet a Magyarok dalolnak című művéből, amely nagyon szépen méltatja és említi a magyar nótát. Ezt nevezhetjük egy hitvallásnak is. Ön számára ezt jelenti a magyar nóta. Hogyan kezdődött a nótával, magyar nótával való kapcsolata annak idején? Hogyan találta meg az ön lelkét? A Karcagon többen emlékeznek a régi zenekarainkra, amikor beat zenét játszottunk, én énekeltem és basszusgitároztam benne. Aztán jött a katonaság. Ugye akkor még ez kötelező volt, és 84 februárjában engem is elkapott ez a dolog. Na, a lényeg az, hogy ott a katonatársakkal rengeteget énekeltünk, és mindig mondták, hogy Zoli, hát miért nem próbálod meg, ezt olyan jól csinálod, miért nem mi ezzel mész tovább? És én szót fogadtam nekik, megpróbáltam, és hát katonaság után Márkusicával, a híres énekesnővel tulajdonképpen megtaláltuk egymást, mert ő is rám talált, neki is kellett egy fiatal kollega, akivel újat tud mutatni a műsoraiban, és nagyon sok fele elvitt magával, meg jó tanácsokkal látott el, és így indult tulajdonképpen a magyar nóta, meg hát az természetes volt, hogy nálunk vasárnap a déli ebéd az mindig csak a Jó ebédhez szól a nóta című rádióműsorra ment. Édesapám is nagyon jól énekelt, jó hangja volt, édesanyámnak szintén jó hangja van, úgyhogy valahogy így alakult ki ez a vonzalom. Tehát a családban is megvolt az indítatás, mert olyan közegben nőtt fel, ahol szerették a magyar nótát és énekelték is. Meg általában a zenét, igen. Meg általában a zenét. Ugye kell-e ezt is tanulni, vagy ez csak úgy jön és tudja az ember a magyar nótát énekelni? Gondolom voltak ilyen tanulási időszakok is. Akkor ugye szinte magától tanult az ember, mert akárhol lakodalom, családi rendezvény, akár egy vendéglőbe bementünk, és ott zenekar volt, rögtön az éneklés következett az első egy-két korty után, mondjuk így. De aztán a magyar nóta stílusát, a szép éneklését azt már tanulni kell. Azt már tanulni kell, és Vörös Sári volt a tanítómesterem Budapesten. Sorsom úgy alakult, hogy megtehettem azt, hogy minden csütörtökön fel tudtam menni Budapestre a OSK stúdióba, a Szofia utcába, és ott tulajdonképpen 2-3 évet tanultam Vörös Sárinál, és ő elmagyarázta nekünk, hogy mint egy verset úgy kell elmondani a magyar nótát, ne legyen szerelmes a hangjába, így fogalmazott. Tehát itt nem az a lényeg, hogy nagy hanggal, meg mondjuk azt, hogy ordítva, ne. Szépen, finoman, esetleg jókedvűen, attól függ, hogy mit ad a nóta, és hangsúlyozottan és érthetően értelmezve kell előadni. Tehát akkor megvolt a tanulási időszak, de gondolom, hogy vizsgákat is kellett tenni, ehhez tartoznak ilyen momentumok is, gondolom. Pontosan, kőkemény vizsgák voltak, zenet elméletből, történetből, szolfésból, és hát természetesen cigányzenekar volt a kategória vizsgán, és ott élőben el kellett énekelni a zsűri előtt, a szakértőkből álló és ismert emberekből álló Pongrácz Zoltán tanár úr, ő például a Összhangzattan könyvet írta. Ő volt a zsűri elnöke. De ott ült Vörös Sári, Puskás Sándor, akik emlékeznek, nagyon híres énekesekről van szó. A rádiótól is ott volt Máder László, ennek majd később jelentősége lesz, mindjárt mondom. És a Liliomszál, ha egy kicsit mosolyognál, lengedezné, hajladozná, ezt énekeltem, ez egy műdal, és gyönyörű szép kísérete van ennek, és bizony a zenekar, hát úgy jártunk, hogy ezt nem igazán ismerte. Én énekeltem, de nem tudtak jönni utánam valahogy. Azt mondták, álljon meg, fiatalember. Fölállt Pongrácz Zoltán, aki a könyvet írta, kiváló szakember. Odaült a zongorához, és úgy lekísérte, és én énekeltem közben, hogy a hátamon végig szaladgált a hideg, mert tökéletes volt, és így kaptam meg az A kategóriát, a legmagasabb kategóriát. Ez már a második vizsgám volt az OSK-n, először B-t kaptam, utána kezdtem el tanulni Vörössárihoz, tehát elsőre már B-t kaptam, és utána mentem tanulni Vörössárihoz, és ő fölhozott
az A kategóriára, úgyhogy ott ült a rádió szerkesztője Máder László, azonnal meghívott a rádióba felvételre. Említette, hogy cigányzene. Ez 87-ben, 86-ban, 87-ben volt. Említette, hogy ugye egy cigányzenekar kíséri, tehát az autentikus magyar nótát énekli. Hogyan állít össze egy műsort, hogyha van egy fellépésre való felkérés? Hogyan áll össze egy műsor? Én annak a híve vagyok, hogy a közönség között nagyon sok olyan ember ül, aki nem kimondottan a magyar nótára kíváncsi, bár azt is elfogadja és nagyon szívesen meghallgatja, de nem azért rajong, hanem mondjuk rajong az örökzöld dalokért, a mulatós dalokért, esetleg a cigány dalokért. Tehát én megpróbálom úgy összeállítani a műsoromat, és legutóbb Kuncsorbán jártam, ahol egy másfél órás műsort kértek tőlem, szokatlan, de meg tudom oldani azt is. És olyan volt a végén a hangulat abban a teremben, mivel hogy azt kérték, hogy ne altassam el a közönséget, hanem most ilyen jó pattogósokat kérnek, hát persze azért belecsempésztem két szép magyar nótát, amit mindenki ismer, de a végén igen, úgy vettem a figurát, úgy állítottam össze, hogy ahogy kérték, és nem engedtek le a színpadról, úgyhogy folytatni kellett tovább olyan sikerrel, úgy sikerült összeállítani a műsort. Tehát egyébként a magyar nóta klasszikus összeállítás egy nóta blokknak a hallgató, az andalgó, a lassú csárdás és jön a friss. Tehát ez egy ilyen felépítés, aminek a vége ugye egy nagyon vidám hangulatú és pattogós ritmusú, könnyen befogadható befejezés. Én köszönöm szépen a beszélgetést, kívánok nagyon jó egészséget és köszönöm. Jó kedvet ahhoz, hogy folytassa ezt a hivatását, mert hiszen ez egy hivatás, és kívánom, hogy lelje örömét benne, és a közönség is ezáltal. Nagyon szépen köszönöm, önnek is minden jót kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.